akik viszik a szót, azt hiszem, hogy ezzel nyugodtan elkezdhetjük a beszélgetést, és azért is mondom, mert annak idején a nagyon okos emberek rájöttek arra, hogy akármilyen szervezetről, intézményről, közintézményről, minisztériumról, színházról, bármiről van szó, sokkal inkább el lehet mondani a nagy közönségnek, az érdeklődőknek azt, ami tulajdonképpen annak a szervezetnek célja, küldetése, sorolhatnám. És azt, hogy ezt meg tudják valósítani, arra jöttek rá, hogyha egy profi ember ott van, aki profi módon tudja tálalni mindazt, amit nem biztos, hogy az ottani vezetők vagy bárki tálalni tud, mert egy igazgatónak nem biztos, hogy az a dolga, hogy a legszebb magyar nyelven elmondja a legokosabb gondolatokat. Szóval valahogy így születtek a szóvivők? Egyébként pontosan így. A világon is valószínűsíthetően ez hozta létre, ugye Magyarország csak a 90-es évek után kezdte idézőjelbe mondva kitermelni a szóvivőit. Ugye Magyarországon az első hivatalosan szóvivői státuszon bejelentett szóvivő az 1986-ban Pányász Rezső volt, akkor még az MSZNP politikai bizottságának tagjaként ő volt a párt, vagy a kormány, vagy a politikai bizottság szóvivője. De mindig emlékszünk rá, hogy Bányász Rezsővel. Igen, egy kicsit olyan, egy rendkívül nagy tudású, kicsit behétjibás ember volt. És a követ is volt valahol. Igen, igen, de ő egy rendkívül nagy tudású ember volt. A valójában a szakmai tevékenységet betöltő szóvivők 90 után kerültek Magyarországon a média látókörébe. Akkor ahogy kinyílt a világ, mi is kinyíltunk, és a szervezetek, intézmények, vállalatok üzeneteit úgynevezett beszélő fejek közvetítették a nagy közönség felé. Akkor, ha már itt az időben egy picit visszamentünk, akkor ugorjunk vissza szintén néhány évet, és hogyha most azt mondom, hogy Nemzeti Munkaügyi Hivatal, akkor jót mondtam? Mindenképpen jót mondod, de hogyha még egy kicsit visszamegyünk, akkor Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, hiszen ennek a jogutódja lett a hivatal, és valóban itt dolgoztam szóvivőként. Hát ezért is most legalább hallottuk. Na most ezt azért is hozom szóba, és azért soroltam itt az elején annyi mindent, hogy hát nem mindegy, hogy ki, minek, vagy milyen szervezetnek a szóvivője. Na most azt szokták mondani, hogy a szóvivők azok tényleg univerzális emberek, és hogyha a Gedeon Andrásnak azt mondják itt a munkaügyek után, hogy például egy természetvédelmi társaságnak legyen a szóvivője, akkor azt meg lehetne tanulni? Meg lehet tanulni, és ez a része, ami kevésbé látszik a szóvivői szakmának, és lehet ezzel tréfálkozni, hogy aznap 4 percet dolgozott a kollega, de nem, mert itt a felkészülésen múlik minden. Akár egy szakterületen belül, annak egy részéből fel kell készülni, nem megy másképp, tehát ez egy folyamatos tanulás, olyan, mintha minden nap egy kicsit érettségiznénk, nyilván szóbeli, de van itt rendesen írásbeli is, attól függ, hogy az újságíró mit kér. Hát azt hiszem rokon szakma tulajdonképpen, mert nekünk is szokták mondani, hogy 10 percet dolgoztál, mert addig voltál ott, csak hát előtte mi minden történik. Na most azért is hoztam ezt szóba, mert a képzés az van nálunk mostanában, szóvivő képzés? Ez egy nagyon fontos, szívemhez közel álló, nagyon fontos téma, és köszönöm, hogy megkérdezted. A Szóvivők Egyesülete közel másfél évtizede, amikor megalakult, a célkitűzései között, az elsők között fogalmazta meg azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy felsőfokú, tehát egyetemi, főiskolai szinten is legyen szóvivőképző szak, és ezt sikerült is elintézni és megszervezni. Az elsőt a Budapesti Kommunikációs Főiskola indította el a Szóvivők Egyesületének közreműködésével 2006-ban. Az első osztály akkor indult. Ma már elmondhatom, hogy több egyetemen is zajlik szóvivőképzés, és nagy büszkeség az, hogy a Szóvivők Egyesületének tagjai közül nagyon sokakat, Andrást is, a Györfi Pált is, Hangazolit is, Nemes Gábort, tegyük sorolhatnám. Helyre, Györfi Pál országos mentőszolgálat, Hangazoltán, Budapesti Állat és Növénykert. És még Nemes sorolhatnám. Gábor a most már a Szakszervezeti Szövetség szóvivője, és sorolhatnám még azon szóvivők, Borbé Zoli, aki a legfőbb ügyészségnek volt a szóvivője, az MLS, így van, televíziós kolléga is, így van, Sipos Jenő, az MLS szóvivője. Ők mind-mind... Úgy, mint bármi és pénzügyőrség. Volt kezdetben. Azért sorolom, csak mert abszolút nem ugyanaz a pálya, és hogyne, mégis. Hogyne,
Igen, sokan mondják azt, hogy beszélni könnyű. Aha. És aztán kiderül, hogy amikor oda kell állni a kamera elé, akkor 1000 millió dolgot kell tudni, és nem is olyan könnyű megszólalni. Uh-huh. Vagy amikor megszólal az ember, akkor rájön, hogy nem is azt mondja, amit mondani kellene, vagy amit mondani akart, uh-huh. mert valami miatt átkapcsolt az agya. Most a beszélgetésünk apropója természetesen a szóvivők bálja, mindjárt beszélünk arról is, csak azért. Sem arról beszélünk, látom. Értem, de mert egy csomó olyan dologról beszélünk, amit nem biztos, hogy tudnak. Hát a bál meg lesz 13-szor, ha jól tudom, és mindjárt elmondjuk persze a programot is, de tulajdonképpen, amit szóba hoztál, hogy nem is olyan könnyű beszélni, tényleg fel kell készülni rá, és hogy soroltad itt a szóvivőket, akkor az, amire leginkább koncentrálni kell, és mondom mindjárt, mi van a kérdés mögött, mennyire tud önálló véleményt mondani a szóvivő, vagy pedig egyszerűen azt kell mondani, amit a szervezet főnöke diktál. A szóvivő képvisel, tehát ő nem véleményt mond, és ezt valóban egyeztetni kell a szervezet főnökével. Mm-hmm. Az más kérdés, hogy a szóvivőnek igenis van feladata, felelőssége abban, hogy mi és hogyan hangozzék el, és úgy gondolom, hogy mint a kommunikációnak az adott szervezeten belül felkent szakembere, igenis mondja meg, hogyha úgy látja, hogy ezt nem így kellene elmondani, igen, de egészítsük ki ezzel, és a képviselt tartalmaknak a formáját, a terjedelmét, sőt azt is, hogy azt ki fogja elmondani, és hogyan, és milyen egyéb megszólalók mellett. Erre igenis egyrészt fel kell készíteni a megszólalót, hogyha adott esetben az nem a szóvivő, illetve határozottan fel kell lépni a kommunikáció szempontjait képviselve, hiszen önmagában a vezető által kigondolt tartalom nem biztos, hogy úgy megállja a helyét a közvélemény. Igen, mert azért is kérdeztem, mert nagyon sokan azt hiszik, vagy azt hitték, hogy a szóvivő akkor olyan, mint egy tolmács, hogy ez itt egyik fülénbe, és akkor a másikon ugyanazt mondja, pedig nem egészen így van. Hát hogyha azért van különbség, és sokszor, ezt egy ismerősöm mondta, megköszönik a szóvivőnek, hogy jobban fogalmazott és jobban kifejtette azt a mondandót, amit a szónak ebben az értelmében a főnöke akart. Hát pontosan így van, ez is az egyik nehézsége, mm-hmm. már bocsáss meg András, egyik nehézsége ennek a munkának, hogy a szóvivőnek röviden, tömören és a közvélemény számára érthetően kell fogalmazni, és nem a szakmai terminus technikust szajkózni. Sok esetben kiáll a szakember, aki profi a területén, uh-huh. zseniálisan érti, intézi, csinálja, és amikor el kell mesélni, hogy miről van szó, akkor elkezdi a szakmai szöveget, és akkor senki nem ért belőle semmit. Uh-huh. Nos, hát például a szóvivőnek többek között azt is meg kell tudni oldani, hogy azt a szakmai szöveget áttegye magyarról magyarra, uh-huh. és mondjuk még az sem baj, ha azt is tudja, hogy mi az, hogy 0-16, vagy van neked 0-24, ez nem a 0 órától 24 óráig, hanem mondjuk 24 másodperc alatt fogalmaz meg a lényeget. Na akkor azért beszéljünk a bárról is, szóval ugye, hogy 13-dik, hát azért tekintsünk vissza egy pillanatig, mielőtt a mostanit mondanánk, hogy ez az elmúlt 10-1 néhány. Milyen változtatásokat hozott? Mert azt én állítom, hogy a második nem olyan volt, mint a 12-dik. Sőt, a második már nem olyan volt, mint az mint első. Az első. Igen, valójában a 12-et szervezzük mi magunk. Sorrendjében ez a 13. bál, mert a legelsőt, azt még szerényen, akkor alig egy éve alakult Szóvivők Egyesülete egy külső rendezvényszervező irodával szerveztette meg, rendeztette meg, és aztán felbátorodtunk és elkezdtük mi magunk. Úgyhogy most mi megszervezzük a 12-et, jövőre meg a 14-et, ami most sorrendben persze a 13-dik. A lényeg az, hogy minden évben valamivel színesítettük, bővítettük a dolgot, a bál hangulatát, és elértük azt 4-5 éven belül, vagy talán már hamarabb is, hogy a farsangi szezon, a báli szezon leghangulatosabb báljai közé sorolják a szóvivők báját, és most már ez egy brand, hogy szóvivő bál, nem csak szóvivőknek, uh-huh. ugye mi nyitottak vagyunk nem csak az Egyesület szakmai tevékenységében, uh-huh. hanem a szóvivő bál rendezvényeit illetően is. Itt adjuk át a szakmai díjainkat, 5 éve kitaláltuk, és 5 éve díjazzuk az újságírókat, uh-huh. hiszen a szóvivők az újságírók nélkül nem érnének semmit, hiszen az újságírók azok, akik továbbítják uh-huh. a mi üzeneteinket, mint ahogy
ha nem is ilyen egyértelműen, de az újságírók se biztos, hogy lennének olyan sikeresek, a szóvivők persze, nélkül. Hát ezért mi úgy gondoltuk, és az elnökségünk és az egyesület tagjai ezt elfogadták 5 éve, minden éven kiadjuk a médiadíjakat, a újságírók részére ez így lesz az idén is, kiadjuk a szavakembere díjat, a hiteles tájékoztatás díjat, ez Gál Gregor szobrász művész ajánlja föl most már több mint egy évtizede. Mindig ugyanazt a zenekart hívtuk eddig, most is a Rejk János vezette Helikon együttes zenél. Azt hiszem, nagyon könnyű eset volt, legalábbis számodra, mert úgy tudom, hogy zenekar szervező is voltál. Hát sokféle elfoglaltságod mellett. A határőrség központi zenekara. Hát ma már úgy ahol mondanák, hogy a menedzsere, igen, menedzsere voltam, de akkor közműveledési főállam, ez még a rendszerváltozás előtti időszakban. Akkor nem így hívták. Mitől megírtam a zenekar történetét is, egy könyvbe megjelent annak idején. De ez nem tankönyv volt? Nem, az Rinyi kiadóban jelent meg, de közel 8000 példány. A tankönyvet azt rengeteget, még az egyetem, a Katonai Akadémián, sőt verseskötettem is jelent. Na akkor most visszatérve egy picit magára a szóvivői bárra, ez tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak finoman fogalmazva, egyrészt üzleti vállalkozás, ezt nem lehet letagadni, ugye? Hát nem az. Nem. Nem? Hát nem. Mivel egy társadalmi szervezet, most már a szóljuk. Benneteket nem. Direkt. Hát örülnék neki, hogy úgy lenne üzleti vállalkozás, hogy... Hát miért van belépődi? Hát... szervezési díj. De nem adják ingyen a vacsorát, a fellépést, a hajóbérletet, és sorolhatnám. Szeretném, szóval ma már a levegőt sem adják ingyen. Ugrotok, ezt úgy nagyon-nagyon szeretem. Na, szóval mondtad, a hajót hol lesz? Európa rendezvény, ha jól lesz majd. Azért néztem Sándorra, mert igen, a hajó nevében nem voltam biztos, de és magamat is hadd mentsem fel, itt a főszerkesztő helyettes kérdezte, hogy hányadik bál ez, és rossz számot mondtam, de azt hiszem, hogy ezek után Sándor, amit így elsoroltál, hogy 13-14, vagy 12 kötőjel 14. bál, úgy gondolom, hogy ez engem is némileg fel. Persze, és különben is a 13, az szerencse szám is, annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy nem. Na most a másik mindenféleképpen, hogy aki még soha életében nem volt szóvivői bálon, és esetleg nem is látott róla semmit, akkor, és netán elmegy, mert elmehet. Az jól jár, hogyha elmehet. Az mire számítson? Szóval ezért is mondtam én az előbb, hogy különböznek ezek a bálok, noha a zenekar megvan, de tulajdonképpen a program hogy néz ki, hogy zajlik le egy ilyen ez bál? Ez egy, azt kell mondjam, nem egy puccos bál. Itt nálunk még a meghívóra is az van, kár, hogy nem hoztam be magammal, a meghívóra is az van írva a dresscode-ba, hogy alkalomhoz illően, amiben jól érzi magát. Tehát na, de komolyan. Ilyen Amerikában is szokott lenni, komolyan azt tudom. És egyébként hadd mondjak el egy érdekes sztorit, a második, amit mi szerveztünk azon az első bálon, az is az Európa hajón volt, ugyanez volt a felirat, egy asztal, volt egy művészek asztala. Egy asztalhoz ült egy olyan hölgy, aki egy ilyen harangruhába jött, és az alsó karimája a ruhájának olyan másfél méter átmérőjű, merev. Mint ilyen, a krinolin. Igen. És hát nem tudott leülni a körasztalhoz, két széket ki kellett venni a vendégek közül, és ugyanahhoz az asztalhoz viszont oda jött egy híresség, nem mondom a nevét, mert ma minden nap lehet látni a televízióban, annyi megközelítés, hogy akkor még csak egy ilyen Big Brotherben lehetett őt látni. Na a lényeg az, hogy oda jött egy farmer öltönyben, az is elegáns volt, most képzeld el a kettőt egymás mellett kontrasztba. De jó, nagyon jó a hangulat, nagyon-nagyon-nagyon jó a műsor, most is, ha szabad a persze, művészekről, hát a fellépésről beszélni, persze. Bródi János, Szűcs Judit, mondták, hogy bevállalósak vagyunk, Galambos Lajos fog éjfél után a zenekarával játszani. Van egy csoda gyermek, Gál Isis, aki 5 éves korában nálunk lépett föl először, hárfán játszott a kislány, ma 15 éves, és most már az egyetemi szinten jár a Zeneakadémián. Már vagy 10 albuma megjelent saját szerzeményeiből, ez tényleg egy csoda gyermek, és már tavaly azzal lepett meg bennünket, hogy már nagy áriákat is énekelt a bálon. Ez és ő is fellépő, állandó fellépünk. Ott lesz Jónás Tamás, te talán még emlékszel, a Magyar Televízió utolsó Ki mit tudja volt 98-ban, 98-ban, és akkor a Jónás Tamás határőr sorkatonaként nyerte meg a egyéb kategória bűvészként, az egyéb kategóriát, határőr volt, és hát most eljön
öreg bohóc bűvészként fellép a vállalat. Na most én azért is kérdeztem, hogy aki még életében nem volt és nem látott ilyet, akkor maga a bál, ahogy lezajlik folyamatosan, vagy közben eszünk, iszunk, figyelünk, táncolunk, hogy zajlik le? Van egy kötött program, hiszen vannak olyan elemek, amiket nem hagyhatunk, ilyen például a díjaknak az átadása. Ez nyilván. És ebben hatalmas segítséget kapunk a két immáron, mondhatjuk talán, hogy állandó konferenciénktől, vagy... Ha most csak az egyik őjük jön, ugye a Süveges Gergő és a Bényi Ildikó szokott konferálni. Így van, ezt nem tudtam, én mindkettőjükre számítottam most. Gergőnek közelmódba közölte, hogy akkor már van neki egy pódium beszélgetése, és ő nem tudja vállalni, de Bényi Ildikó vezeti a bált. Így van, és ezt ők remekül kézben tartják, és mindig elmondják, hogy mi következik, a színpadra szólítják, akár a díjátadót, akár a díjazottat, illetve azt a művészt, aki éppen következik, tehát úgy gondolom, hogy kézben tartják ezt. Aki ott van és ebben úgy feloldódik, odaül a vacsora asztalhoz, ez természetesen erre figyelnek a szervezők, hogy amikor éppen étkeznek a vendégek, a menü akkor mindenkinél ugyanaz. Ne legyen ütközés, de kétfajta menü van, a vegetariánusoknak is van, hát az is van, és amúgy egyébként mindenkinek ugyanaz. Igen. Így van, és ezt előre elmondják, tehát aki ott van, nem kell attól félnie, hogy most mi következik, hogyan vonódik abba be, vagy éppenséggel, ha ki akar belőle maradni, hát vagy, mint egy távol, azért elmondják. Így van, tehát távol akar maradni, megoldható. Tehát ilyen értelemben. Ha nem akar táncolni, akkor fölmegy az emeleti karzati részre, ott van egy ilyen kaszinó rész, egy külön bárpult, ott is kivetítőn látja, mi zajlik lent a rendezvény szinten, hallja a zenét, de ott játszhat, természetesen nem komoly fizetős játék. Jó, itt a vége, már csak azért is mondom, mert akkor még egyszer, tehát helyszín. Európa hajó, február 17-e, péntek este. Várunk mindenkit szeretettel. És hogyha valakinek akkor jut eszébe, hogy megnézett most minket, hogy oda megy egy órával előtt, akkor még be tud menni? Nem. És nem. Éppen ide jövetel, megnéztem, hogy hogy állunk. 4 asztalnál van még hiányzó hely. Tehát összességében olyan 10-12 szabad hely van. Hát akkor ez is a bál sikerességét bizonyítja. Említettétek a vacsorát, léteznek még szóvivői vacsorák? Szóvivői reggelik... Mert voltak régen. Voltak szóvivő vacsorák. Mikor még a szóvivők jobban voltak egymással. Hát nem is vacsora, mi is, András, te vagy a gazdája ennek a kommunikációs kávéház. Na, szóval, hogy nem elzártan egymástól végzik a feladatukat a szóvivők, oda akarok kiukadni, hanem azért egymással is néha eszmét cserélnek, gondolom. Március végén szervezi az András, ő találta ki a Komkafét. Valamikor március végén lesz a következő, ahol mindig valami híres embert hívunk el, beszélgettünk vele, és ott társalgunk. Nagyon jó hangulatúak ezek. Annak idején is a Komkafét úgy hirdettük meg, hogy ez egy szakmai ízesítésű, ám kötetlen beszélgetés, és ez meg is jelent, hiszen hogyha egy ismert a saját szakterületén elismert szaktekintélyt bevezeti, esetleg mond néhány mondatot erről, nyilván előre azért a témát nagyjából hát meghatározzuk, hiszen az előző alkalommal dr. Zahár Gábor volt a vendégünk, és nem lehet az ő nevét ugye a függőségek egyebek nélkül megemlíteni, ugye ez kiemelkedő szaktekintély ezen a területen, és a szereplés függés volt a témája is a Komkafénak, és pontosan ez a fajta nyitottság jellemezte, amit említett, hogy akiben felmerül egy kérdés, vagy a saját életében van tapasztalata, mivel ez egy kisebb közösség, nem azért egy nagy terem, családiasabb, és ezeket meg lehetett beszélni. Meg itt lehetett a vége, kérdezni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Máskor köszönjük is találkozunk, szépen. Remélem, és jó bálozást. Köszönjük szépen. Köszönjük.